West Side Story, egy igazi klasszikus musical. Hogyan készültél erre a szerepre? Tudva azt, hogy egyrészt ugye a nézők felől is vannak elvárások, valószínűleg a szakma felől is, és hát színészileg sem egy egyszerű dolog egy musicalben szerepelni, hiszen itt nem elég beszélni, itt nem elég megállva énekelni, itt koreográfia is van, tánc is van, és hát ezt az egészet pedig Alföldi Róbert rendezi, ami gondolom szintén támasztott veletek szemben elvárásokat, de lehet, hogy ebben már tévedek. Hogyan készültél erre? Én a Robival már dolgoztam ezelőtt három alkalommal. Először 14-ben volt egy szerepátvétel a Vígszínházban, aztán az Átriumban, 16-ban, végül tavaly előtt, itt Szegeden, a Szegedi Nemzeti Színházban, az Álszentek összeesküvésében. Szóval én dolgoztam vele már háromszor, és nagyjából megismertem ez idő alatt az ő rendezési metodikáját, azt, hogy milyen módszerekkel dolgozik, milyen tempóban halad, mit tart fontosnak, mennyire... Tehát én nagyon szeretem a Robiban azt, hogy nagyon bízik. Először egyébként megijedtem, hogy nagyon minden be van állni, még 6-7 éve, hogy minden nagyon ilyen tűpontos, de hát az az izgalmas ebben, hogy lefekteti az alapokat, és aztán te megtalálod magadon belül, hogy te meddig mehetsz el egy szerepen belül. Na most ezzel kapcsolatban, Bernardóval kapcsolatban, hát én nagyon-nagyon piszkosul vártam ezt, mert ebben most ez egy olyan szerep, amiben annyira sok ének nincs a részemről. Tehát, hogy van a quintet, amiben van három sorom, azt hiszem, de ez nem, hogy nem baj, hanem ennek nagyon örülök. Már szeretek énekelni, csak az utóbbi években sok-sok, hál' Istennek sok-sok énekes szerep volt, és ez már inkább tényleg prózai, illetve táncolni kell tudni nagyon, és ezért is vártam, mert én igen táncoltam, és én valahogy mindig szerettem, amikor ezek a ilyen összművészet van. Az számomra mindig egy szimpatikus dolog. Bár a prózát talán azért, mert a színműn Máté Gábor osztályba jártam, prózai osztályba. Általában azt szeretem úgy, mert nem szeretem ezt mondani legjobban, de az áll nagyon közel hozzám. Különösebb tudatosság nem volt abban, hogy készülök inkább, ez tényleg erőnlét. Nagyon-nagyon-nagyon ott kell lenni erőnlétileg, és most már, hogy tudjuk a darabot, tudjuk a lelkivilágát, tartalmilag is megvagyunk, remélem. Most kell nagyon észnél lenni, hogy mert azért egy kicsit spórolni kell, de óvatosan bánok ezzel a szóval, hogy spórolni, mert nem úgy spórolni, hogy akkor az energiát vissza, csak hogy tudatosan. Tehát, hogy tudni azt, hogy mondjuk a következő 10 percben még van 2 szám, ami nagyon ott kell lenni, és nem kivéreztetni magam a következő 2 percben. Milyen ez a Bernardo pontosan? Hogyan építetted föl ezt a karaktert? Hiszen van egy Bernstein által megírt karakter, de milyen ez a te olvasatodban? Hát én azt gondolom erről a srácról, hogy egyrészt nem véletlenül a vezetője a puertorikóiaknak. Tehát ő már túl van azon, hogyha azt mondják neki, hogy mocskos banda, vagy színes bőrű, hogy ezen felkapja a vizet. Tovább megyek, túl van azon, szerintem, hogy kicsit unja. Egy kicsit unja azért, de inkább elképesztő iróniával kezeli ezt. Tehát természetesen, ha van egy társaság, akik meg vannak bélyegezve, akkor ott van, aki így reagál, van, aki úgy reagál, van, aki hevesebb vérmérsékletű, azt mondják neki, hogy színes bőrű már üt, már neki megy, de szerintem pont ettől vezér egyéniség a Bernardo, mert ő nem hogy uralkodik magán, hanem az egészet meg nagyon fentről kezeli, mert nagyon fentről. Természetesen vannak benne frusztrációk emiatt, de pont minél több frusztráció van benne, annál fentebbről kezeli az egészet, annál fentebbről kezeli az egészet. És Robin is ezt éreztem, hogy egy ilyen
nem elhamarkodott, tudatos csávú, és ez egészet ilyen gúnnyal és iróniával kezeli ezt a témát, és én is egy kicsit ezt éreztem, tehát ez itt találkozott. Annyit pontosítanék, hogyha mondjuk a családjáról van szó, ugye a sztoriban mondjuk a hugomról, akkor viszont, tehát akkor nincs az, hogy, tehát akkor elborul az agya, hogyha valami ott csinálnak a hugával, vagy akár a banda bármely tagjával, de nyilván a, vagy a barátnőjével, az Anitával, akkor ott biztos, hogy, tehát van egy határ, amikor már nem tudjuk gondolkozni. És tehát, hogy azt gondolom egyébként nem vagyok jet, nem vagyok rakéta, de azt gondolom, hogy a cápáknál valahogy az összetartás szerintem, bár nincs annyi jelenet ráírva, mint a jeteknek, de szerintem valahogy kommunálisabbak, mint a jetek. Ott van egy kis szétszoródás is, nem tudom, tanácstalanság, de a cápák valahogy tényleg az van, hogy ha esik, ha fújjuk együtt. Én lehet, hogy elfogult lettem, de én ezt érzékelem. Mennyire volt nehéz a próba folyamat? Mondtad, hogy itt azért inkább a táncos rész dominál ebben a szerepben, tehát azért egy musicalben szoktak lenni eléggé kemény koreográfiák is. Itt mennyire nehéz? Hát nagyon. Nem, tényleg nagyon. Szóval, hogy egyrészt szokatlan is, mert a Vári Bertalan, a koreográfus, ő nagyon jó elegyet csinált a magyar autentikus néptánc mozdulatokból, és a latin lépésekből is, tehát hogy ez egy ilyen, hol ez, hol az, egy 10 másodpercen belül már mind a kettő dolog megtalálható, tehát emiatt szokatlan, és nehéz is, de inkább az erőnlét tényleg az, hogy erőnléttel kell bírni ezeket, és nagyon jó, hogy tartalmat is vitt a mozgásokba, a mozdulatokba. Nem feltétlenül csak az van, hogy zenére ez így kijöjjön, hanem olyan természetesen mögé kell állni színészére, mert különben megette a fenetet, különben csak egy mozgásról. De hát ez mindennel így van szerintem.